Szevasztok, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, kint csodaszépen szép, képzeld el. Jelenleg készülődünk, ugyanis ma ünnepeljük, nem ma van, de ma ünnepeljük a Davisnek a születésnapját, a második születésnapját. Rettentően elment az idő, komolyan mondom, 2 évvel ezelőtt született, majdnem. Ugyanis nem ma van a születésnapja, de ma ünnepeljük, ugye. Jönnek át a szüleim, jön át az öcsém. Feleségem bent készülődik, én itt készülődök, ugyanis itt vagyok a garázsban, ahogy látjátok, lehet, hogy nem látjátok. Itt van az ajándékja a Davisnek, az egyik ajándékja, és én itt készülődök, ugyanis van ilyen sok matrica, ezeket kell rátennem amúgy. Mindenféle matricát, mert nem tettem még meg. Látod, oda nézzél. Sok érdekes, nem tudom mennyit látni. Hoppá, mit csinált? Leesett, látod? Nem, na, még egyszer leesett. Nem tudom mennyit látni, ugyanis nagy rumli van itt a garázsban, mutatom neked. Látod, ilyen szép magyar rumli, nem sokkal el kell pakolni, ugyanis a csónak, hogy mondtam, majdnem kész van, többi dolgot is. Na mindegy, nem beszélek túl sokat, ugyanis neki kell állnom ennek a ragasztásnak, lerakom ide a kamerát, aztán mutatom, nem mutatom, beszélek. Ameddig ragasztok, akarok nektek valamit mondani. Csak előrébb húzom ezt az autót. Ki kell húzni, ugyanis bedugtam reggel, hogy betöltődjön, nem, feltöltődjön. Amit akartam mondani. A múltkori videóban mondtam nektek, hogy ezentúl nem lesznek ilyen napi vlogok, hanem ilyen érdekes videókat szeretnék csinálni. Aztán kaptam nagyon sok kommentet, várjál, túlvilágos vagyok, legalábbis úgy láttam magam. Na, így jobb vagyok. Túlvilágos vagyok még mindig, várjál. Na, kaptam kommenteket, hogy ugye milyen videókat készítsek. A jövőbe, és ezeket az ötleteket, nem tudom, így összegyúrtam a fejembe, és kigondoltam valami érdekeset, legalábbis azt hiszem, hogy érdekeset. Ugye a jövőben milyenféle fajta videók lesznek, arra jutottam, hogy olyan videókat szeretnétek látni, amik nem olyan túl hosszúak, ezt most átlagban mondom, mert valaki szereti hosszú videókat, de én azt hiszem, hogy a jövőben olyan videókat fog gyártani, ami nem olyan túl hosszú, kb. 12 perces körülbelül, 12-13 meg fogok velük próbálkozni, lehet, hogy néha 10 lesz, lehet, hogy néha 15, de nem olyan túl hosszú. Lesz benne zenés, egy kicsit ilyen pörgősebb lesz talán, és mutatok ausztrál érdekes dolgokat újra, amit ugye tudok, hogyha megyünk például olyan helyre, a munkába fogok majd filmezni, legalábbis megpróbálok, csak azt nem tudom milyen kamerá, vagy is a kameráimat féltem, és hogyha festékes lesz, vagy piszkos lesz, ugye azt nem szeretném. Na mire, ezt majd valahogy kigondolom, úgyhogy a jövőben ilyen videókat szeretnék majd készíteni. Érdekeseket, el fogunk menni érdekes helyekre, megint a tengerpartra. A Davis ugye most már 2 éves, lehet majd vele menni nem sokára mindenfelé a nyáron. Elkészül a másik motorcsónak, és sok-sok helyre el fogunk tudni menni, és megpróbálok nem olyan túl sokat beszélni, ismételni magamat. Úgyhogy ragasz! Készen van! Na, jól lehet látni. Készen van, felragasztottam. Te nem volt a legegyszerű, azt hittem olyan gyors lesz, meg egyszerű lesz, de tovább tartott leszedni a macicát erről, mint felragasztani. Úgy használtam egy rongyot, próbáltam ki a buborékokat ugye kilökni ezzel a rongyal, meg úgy rátenni, de nem tudom, ilyen kínai ragasztani, azt hiszem, ugyanis ez mindent csinál, csak ragadni nem akart rendesen. De valószínűleg azért ilyen gyerekjáték, ugye nem olyan, mint ez a matrica, ami itt van ezen az autón. Még ezt is nehéz volt feltenni, de na mindegy, másfajta matrica. Úgyhogy most nem más csinálok, mint lerakom a rongyomat, a szemetet, ezt kidobjuk, és megnézzük az autót, hogy beindul-e egyáltalán. Látod? Ilyen szép lett az autó, úgy jól néz ki. Ráraktam a matricát mindenhova. Az elejére nem raktam matricát, de az oldalára, a szélére tettem. Nem olyan rossz szerintem, elég jól néz ki. Itt a töltője ugye, ez le van zárva, a hátulja. Na, szerintem jó lesz. Úgyhogy most nem más csinálunk, ami van benne biztonságért. Nem más csinálunk, mint beindítjuk, és megnézzük. Bekapcsoló megvan, úgyhogy nem áramot adtunk neki, bekapcsolni meg. Hol a gombja, várjál? Na, figyelj!
húzzuk. Opa. Befér vagy nem fér? Ott befér. Akkor itt is. Na, azért sok beerőltettük. Ide beálltam addig. És szerintem jó helye lesz neki. Jó hangja volt neki, nem? Olyan jó, olyan versenyautós. Tehát, na minden. Most pedig nem másfut csinálok, nem mutatom nektek, még mielőtt bemegyek, ugyanis a szüleim itt lesznek egy fél óra múlva. Fél órába tartom, még ezt majdnem rátettem. Fel kell tölteni az aksit. Megmutatom a fűnyírónkat, amit vásároltam. Jól működik. Ilyen. Na várjál. Látod, ezt mondtam, hogy mindig itt az ülés, az új ülés, a régi ülés, és még mindig szemetes az egész. Ugye ez valószínűleg a héten ki kell, hogy takarítsam. Már most, hogy elmegy innét ez az autó, ugye bemegy a lakásba, de kicsit nagyobb hely lesz. Az autót is meg kell mosni. Na, ugye, fűnyíró. Ez az új fűnyírónk. Ilyen Rover fűnyíró, látod? Elég erős amúgy a motorja. Ahogy levágtam vele a füvet, jóval erősebb volt. Komolyan mondom, mint a régi fűnyírónk. A régi fűnyíró, amit vásároltam pár évvel ezelőtt, amit ugye eladtam, nem volt olyan erős. Azt hiszem, hogy rettentő erős, ez nagyon erős, hogy pörög meg minden. Azt lehet, hogy azért pörög, mert nem jó az alapjárata. Na igen, van ilyen fűszedő hozzá, ami nem anyag, a régi fűnyíróm anyag volt, ez ilyen rendes műanyag, úgyhogy én eddig meg vagyok vele elégedve. Egy kicsit ugye ilyen poros lett, vagy inkább ilyen füves. És ilyen négy henger, nem négy hengerese, ilyen fosok. Na minden. Úgyhogy most nem más csinálok, nem mutatom nektek, hogy miről beszéltem, milyen szegény íróról, hogy milyen hosszú a fű ott a kerítésnél. Úgyhogy oda valamit kell nézni, vagy valamit ki kell találni, vagy közelebb kell hozzá menni. Nem mutatom. Itt. Le kell vágni a füvet. Valahogy valami szegény íróval. És annyira kamerán nem hiszem, hogy lehetett látni. Nem olyan túl vészes, de nem a legszebben néz ki. Na várjál, elrakom ezeket a lámpámat például vissza ide. Ugyanis bele megy, vagy nem megy bele? Nem tudom, emlékeztek rá, vagy nem, de nagyon nagy gaz volt itt. Na már ezt hol rakjuk ide. Szerintem jobban így néz ki így ez az egész. Aztán képzeld el, itt a szőrös ágy. Kiderült, hogy nem olyan, amit mondtam, olyan. Milyen állatot mondtam, már elfelejtettem a nevét. Possum! Nem possum volt, képzeld el, macska volt. Rájöttünk, hogy macska volt, ugyanis láttuk a macskát, a feleségem reggel látta, hogy itt feküdt a macska. Te, nagy-nagy. Én már kezdtem félni, hogy valamilyen veszett állat, de nem. Amivel azóta láttam több macskát is. Azt hittem, nincs itt senkinek közelben, de van macska közelben. Na minden. Úgyhogy ezt vissza lehajtom, hadd élvezze a macska a ányat. Fú, látod, milyen macska szörös. Biciklit. Látod, eltesszük valahol. Bemegyünk és várjuk a vendégeket. Kifújtam az orromat, felakasztottuk, nem én, feleségem, látod, boldog születésnapot ad a táblát, és nem más van itt, mint a Davis és Lucas. Szárbusz! Na, mi a helyzet? A Davis játszik az iPad-en, ami nem tudja, hogy mi történik ám szerintem. Mondta neki, hogy boldog születésnapot, de még túl pici hozzá, ugye az autót addig eldugtam, a garázsra nem kellett eldugni, csak nem takartam most már, nem sokára be fog jönni. Van torta, ilyen csokis, azt hiszem, mert csokis a külső, olyan torta van, meg mivel szereti a Spider-Man, Superman nem találtunk, képzeld el, múltkor volt Superman, és most nem volt Superman, Spider-Man tettünk. Két éves gyertyát, mármint számot, a gyertya az nem két éves, most vettük. Meg szalvétát, ilyen Spider-Man-es szalvétát, meg Spider-Man-es tányérat. Ez meg micsoda? Ez micsoda? Au, de! Belát az ujjamba, nem az ujjamba, a körömbe. Áll, ez fajt. Ide belement a köröm. Biztos, hogy te is jártál már így.
jött mindenki, eljöttük a szaj, megjött az öcsém. Úgyhogy kijöttem a garázsba, beviszem ezt az autót. Kíváncsi leszek, hogy ennek is örül-e vagy nem, a többinek rettentően örült, annyi sok mindent kapott, mindennek örült, aztán utána majd jön a torta. Először ugye megkapja az ajándékot, mert hadd örüljön neki. Na, úgyhogy ezt hogy be kéne vinnem. Lehet, hogy kellett volna szólni az öcsémnek vagy a apukámnak, hogy ugyan segíteni. A feleségem jön, segít, topá! Davis. Look. Look. Oh. Look, what is that? America. You're on your head. Yep. Yep. Oh. You're gonna crash. Watch the wall, bang. Na, hogy teszik az új autót, Davis? Megy. Próbál menni vele mindenfelé, csak kimegy mindig valaminek. Ugyanis még nem tudja, hogy működik ez a gombit. Nézd, látod, ezt itt megnyomod, és úgy megy előre. A gázt azt tudja működtetni, meg kormányozik mindenfelé. És mindig valaminek neki megy, vagy valakinek. De szerintem meg fogja tanulni előbb-utóbb. Azt, hogy elővesszük ezt a tortást. Na, hol vagyok? És hogy legyen a fény. És felvágjuk. Nem ettünk még tortát, ugyanis a Davis nem lehetett kivenni, most száll ki vele le, akkor oda mentem az autóból körülbelül, most már bennül egy órája. Úgy rajzolt ezen a rajzolón, és kapott ezt a rajzolót, azt az asztalos rajzolót, és nem lehetett bőle kiszedni. Ugye most nem más csinálok, mint ops, iszok addig egyet, és mindenki volt, és nem szoktam ugye alkoholt inni, de iszok egy ilyen koronásat, látod? Ezt az egy sört, amit szeretek, mert rakok bele a lájmat, és nincs ilyen keserű víz, azt a keserű víz nem nagyon szeretem. Ezt most kiszisszentjük. Opa. Nem tudok sört bontani, és olyan sűrű, nem szoktam sört bontani, de van egy ilyen sör, nem is sört bontó, mert kóla bontó. Látod, ilyen mindig rajta a kulcstartom van, és ezzel szoktam sört bontani. Ezt meg bele tesszük. Bele fog menni? Majd ketté kéne vágni. Kicsit, mintha meg lenne egy barnulva a szél. Nem vagy? Bele erőltetjük. Úgyhogy a parti folytatódik tovább. Még mindig játszik az új autójával, azóta körülbelül, hogyha de egy ötször, hogyha kiszállt belőle, vissza is ült mindjárt, és rettenten élvezi. Hát ezt a mai videót én itt most befejezem, ugyanis semmi értékeset nem fogunk most már csinálni, csak meg fogunk vacsorázni, de szerintem még nem, mert most szerintem mindenki tele van tortával, meg ilyen kisebb, ilyen kekszel, mert kekszet azt szoktam enni, meg mindenki ugye. Az nem olyan édes, ez a sós, csirkés keksz, azt szeretjük. Úgyhogy már ennyit, nektek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, amikor nézzük, hogy szoktam mondani. Sziasztok!